Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök VNTV-t, Vivonatúra televíziót láthatnak, más hangszeretettársalgás adás sorozatunkban. Szeretettel köszöntöm a stúdióba Bence Ilonát. Én is örülök, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm a nézőket, és régen voltam. Igen, régen találkoztunk, de közben mindig izgatottan figyeljük, hogy mit találsz ki, mi lehet az Ilonával, hiszen állandóan teli vagy életenergiával, tetterővel, szeretsz teremteni, azt gondolom, hogy ezt az életet így igazán neked találták ki, és szeretnék veled arról beszélgetni, hogy azért nyilván téged is érint a világ, hiszen a játszótér, amin ez az egész életünk zajlik és folyik, azért nem mindig ugyanazokat a szabályokat, nem mindig ugyanazokat a lehetőségeket adják a számunkra. Hogyan boldogulsz most a te életedben, mennyit kell változtatnod, mennyit kell fejlődnöd, hogy érzed, vagy egyszerűen csak élvezed az életednek a mindennapjait? Boldogulok, és jól vagyok, jól vagyunk, de azért ez az időszak bennünket is próbára tesz. Először is most vesződünk azzal, hogy egy nagy házban meleget tudjunk teremteni. Tehát, hogy ne fagyoskodjunk, hanem találjuk ki, hogy esetleg a rendszertől függetlenül hogyan lehetünk mi melegben, jólétben. És azért ez elég sok találékonyságot igényel. A múltkor a VNTV-be is néztem a Jakab István úrnak, meg az Egeli Györgynek a riportját, és érdeklődtem is tőled is, hogy vajon hol tart ez a dolog, vajon mennyi időbe telik még az, mire mindnyájunknak lesz mondjuk egy ilyen nagyon jó magyar találmány, magyar lehetőség, hogy szinte nulla forintból melegben legyünk mindnyájan, mindenki. De hát telefonbeszélgetés alapján azért azt gondolom, hogy ez még egy kis időbe beletellik. Ezért utána elkezdtem érdeklődni más emberektől, és kiderült, hogy már vannak olyan kezdeményezések, hogy napellen van fönn a tetőn, most, hogyha a szigetüzemmódban lehet majd csak működni, ez hál' Istennek, és már értelmes, okos emberek kitalálták, hogy például napellen a tetőn inverter plusz két nagy 1000 literes tartály, és akkor ez a két nagy 1000 literes tartály tud úgy funkcionálni, puffer tartály, mint mondjuk egy akkumulátor. És akkor télen nincsen gond, jó, egy kicsit nagyobbra kell méretezni a napelemeket, mint különben, mert télen ugye nem termel annyit, de annyit képes termelni, hogy mondjuk azt a 2000 liter vizet fölmelegítse, és akkor a 2000 liter víz meg bőven-bőven elég egy több tagú családnak is, vagy egy nagyobb ingatlanhoz is bőven elég a fűtésre, tehát, hogy minden ki lehessen fűteni, és ne csak egy kis szobába kelljen ott vacogni és kucorogni, illetve elég a melegvízellátása is. Nyáron pedig fürdésre lehet felhasználni, meg föl lehet használni, mondjuk, ha egy pár klíma berendezés tetőtérbe fölteszünk, és ezt mérnöki szempontból nyilván úgy kell kiszámolni, hogy ott minden stimmeljen. És akkor már is nem fázunk, és nulla energiából a rendszertől függetlenül is megvan oldva ez a nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát most ezzel sokat foglalkoztam, és már kezdjük megtalálni a megoldást. Sokat beszélgettünk veled korábbi adásokban a rezgés szintekről, az Erő kontra Erő című könyvről, ami nagyon nagy segítséget ad pont az energiáknak a jó kezeléséhez, a felismeréséhez. Ugye a mostani időszak az olyan, hogy nem csak a sötétség találja meg jól célzottan a félelmeinket, hanem a fény is. És mi a te üzemanyagod, Ilona? Mi az, amitől állandóan ilyen energikus vagy,
optimista vagy. Nem csalódtál végül is abban? Egyszer mondtad az egyik adásban, hogy te valahogy úgy születtél, és úgy éltél, hogy nem hittél a rosszban. Igen, igen. Hogy ez változott. Nem is gondoltam, 50 éves koromig egyáltalán nem is gondoltam, hogy létezhet mondjuk rossz szándékú ember, vagy létezhet valami olyan dolog, amikor valaki kész akarva rosszat akar magának, vagy másoknak. És ez engem nagyon sok mindentől megvédett, meg tovább segített, mert ez nagy előny volt, hogy ezt nem is tudtam. De utána rájöttem, hogy hát igen, bizony, sajnos vannak emberek, ha most a Hawkins-féle tudatossági skálát nézzük, mondjuk az Erő kontra Erő című könyvből, ezt mindenkinek tudom továbbra is ajánlani, mert ez egy alapmű. Tehát ha az Erő kontra Erő című könyvet az emberek elolvasnák, és egy kis időt szánnának rá, hogy a saját életükre vonatkoztatva hasznosítsák, akkor fél év alatt, tehát fél év alatt nagyon-nagyon jó világ lehetne az egész Földön. Béke, bőség, szeretet, egy nagyon emelkedett, nagyon jó élet lehetne. Tehát ezt a könyvet, ha valaki elolvassa, a legnagyobb jót teszi magával. Tehát meg tudja változtatni, ez alapján, a könyv alapján meg tudja jó irányba változtatni az egész életét. És hát mivel én nagyon sokat elolvastam, meg kézikönyvként használtam éveken keresztül, meg a moksás találkozókon, előadásokon tanítottam is. Tehát vagy 3-4 évig csak ezt az egy könyvet tanítottam, meg csak az energiaszinteket. És akkor ugye hát a legalsó, amikor nincs az embernek semmi energiája, meg nagyon rosszul van, az a szégyen energiaszintje. 20-as, 50-es a bűntudat. 75-ös, ez egy 1-től 1000-ig lévő skálán vannak ezek a... És ez tudományosan bebizonyított tény, hogy így működik a Földön az élet, és hogy léteznek ezek az attraktormezők, és hogy akkor tudunk az életünkön jó irányba változtatni, meg akkor tudunk bármit megteremteni. Egészséget, jó emberi kapcsolatot, anyagiakat, meleget, bármit akkor tudunk megteremteni, hogyha hát legalább a 200-as energiaszint fölött vagyunk, de jobb, hogyha inkább 500 fölött tartózkodunk. Tehát ez 1-től 1000-ig egy tetszőleges skála, és ez hatvány. Tehát ez mindig egy a második hatványon, a harmadikon, negyediken, 10 a másodikon, 13-on, tehát mintha összeszorozódnána. És ha a 20-as nézzük, a szégyen nagyon közel áll a halálhoz. Tehát aki tartósan a szégyen energia mezejébe kényszerül, akkor 100%, hogy meg fog betegedni, vagy el fog távozni ebből a dimenzióból, meg fog halni. Nagyon rossz az 50-es egység, a bűntudat, mert azt nem lehet érezni. Tehát a bűntudatban az a rossz, hogy nem érezzük, tehát nem tudjuk a testünkbe beazonosítani. Mint 15 éve foglalkozom hát emberekkel, magammal is, meg másokkal is, és nem csak az emberi egészséget figyelem, meg nem csak az emberi kapcsolatokat, hanem az anyagiakat is. Tehát mind a három területet, amit a földi létezésbe előfordulhat, az 15 éve mindig egyfolytában figyelem. És a bűntudatnál nem tudjuk beazonosítani. De például a 75-ös energia, a bánat, a gyász, a csalódás, a kudarc már sokkal könnyebben érezhető. Tehát mondjuk, ha ér egy nagyon-nagyon nagy vesztesség, akkor lehet, hogy a torkomba fogom érezni, vagy lehet, hogy a hasamban fogom érezni, vagy lehet, hogy az izmaimban érzem, és hogyha már érezzük ezeket a negatív érzeteket, akkor nem betegít meg. Tehát a tudatosságban már az is egy nagyon nagy fejlődés, amikor nem elfolytunk,
nem veszünk róla tudomást, hanem annyira figyelmesek tudunk lenni önmagunkra, hogy megengedjük magunknak azt a negatív érzést, érzetet. És hogyha bele tudunk menni, ha bele tudjuk magunkat engedni abba a negatív érzetbe, akkor a teremtő kegyelméből följebb kerülünk. És a félelmet is nagyon jól lehet érezni. Most az utóbbi években, főleg az utóbbi 3 év volt félelem szempontjából nagyon-nagyon intenzív. És akik nem folytották el a félelmet, és érezték mondjuk a torkukban, a gyomrukban, a beleikben, vagy az izmaikban, ők nem betegednek meg. Akinek jön egy súlyos betegsége, a betegség tünetből tudja visszaolvasni, visszakódolni magát, mert ha van betegség tünet, akkor 100%, hogy valamit elfojtott. Hogy volt valami olyan félelem, amitől annyira megijedt, annyira félt, hogy nem ismert róla tudomást venni, a tudattalamba száműzte, besöpörte a szőnyeg alá, és a teremtő még mindig kegyes hozzánk, meg az angyalok, meg a segítő erők, mert a testünket egy zsilipnek, egy szelepnek használják. Hogy neked még dolgod van itt ebbe a létezésbe, neked még fel kell nevelni a gyerekedet, látni kell az unokádat, hogy leérettségizik, vagy férhez megy, vagy megnősül, vagy a közösségért kell tenned valamit, tehát te még maradjál, és akkor a fizikai testben küld egy jelet. Tehát a fizikai betegségben kapunk egy jelet, egy tünetet, hogy hoppá, a lelkedben valami nincs rendben. Valamit elfojtottál. Mert én a 15 év alatt abban nagyon biztos vagyok, hogy elfojtás nélkül nincsen tünet. Tehát a teremtő úgy teremtette meg a testünket, jó lehet, hogy van egy-két ráncunk, vagy bizonyos dolgokból lehet látni, hogy már nem 18 vagy 25 évesek vagyunk, de legalább 120 éves korig a testünk, ha a lelkünk rendben van, ha a lelkünk valóban jól működik és kiegyensúlyozott, a testünknek legalább idáig illene működni, funkcionálni, és hogyha nagyon-nagyon tudatosak vagyunk, akkor lehet, hogy azt is meg tudjuk tenni, amikor már tényleg minden feladatunkat elvégeztük itt ebben a térben, hogy tudatosan át tudunk lépni. Igen, biztos, hogy azért egy békeidőszak, amikor nem vagyunk rákényszerítve semmire, hanem csak viszonylag szabadon élhetünk, azt csinálhatunk, amit akarunk, egyéni sorsokat tervezgethetünk, akkor nem vagyunk arra rákényszerítve, hogy megéljünk bizonyos érzelmeket, hiszen kialakítottunk egy nagyon komfortos életet, amiben biztonságban élhetünk, se a testünk nincs annyira veszélyben, se a lelki dolgoknak nem vagyunk annyira kitéve, hiszen egyszerűen odébb álltunk, hogyha egy konfliktus helyzet volt, vagy pedig valamilyen módon oldottuk meg, amiben mások levették rólunk, mások feloldották belőlünk, tehát egy teljes komfortos kényelem volt, és igazából elfelejtettük azt, hogy ezek a dolgok, az érzelmeink, akár a félelmeink is azért vannak, hogy ezekkel szembenézzünk, hogy ezeket megéljük. És én is teljesen egyetértek veled, Ilona, hogy bajt a dolgok akkor kezdenek el okozni, fizikai szinten is, hogyha elfojtásban élünk, megtagadjuk ezeket a dolgokat, vagy megpróbáljuk egyszerűen elkerülni. Említetted az angyalokat, hogyan kommunikálsz te a felsőbb erővel, hogyan kommunikálsz a teremtővel, érdekel az, hogy felajánlasz-e valamit, a segítségükért, honnan ismered fel azt, hogy most segítettek, és az eredményt megosztod-e másokkal? Ez egy komplikált kérdés, de igazából az érdekel, hogy magával a felsőbb erővel hogyan kommunikálsz. Természetesen a COVID ideje alatt úgy az első harmadában meg, hát talán úgy a legvégéig nem, de úgy a közepén egy másfél évet Facebook élőztem. És tornáztam is, amikor túl sok volt az energia, akkor a torna volt a legfontosabb, és akkor én előtornáztam, és segítettem az embereknek, hogy a feszültséget ők is, ha velem együtt, és rengetegen csinálták velem együtt,
És rengeteg visszajelzést kaptam, hogy igenis ez egy nagyon jó ötlet, mert azt a felgyülemlet, félelmet, haragot, dühöt, mindent, amit az az időszak, bezártság, elfolytások, hát rengeteg nagy elfolytás volt központilag, azt az emberek ki tudták mozogni magukból. És amikor már ezt így tudtuk kezelni, így csoportosan tudtuk kezelni, akkor mindig egyre csendesedett a dolog, és egy olyan 3/4 év után eljutottunk oda így csoportosan, és nekem valahogy felülről jött ez a 4 fontos üzenet, mert hát üzenetnek tudom mondani, hogy az a legfontosabb, hogy arra figyeljünk, akár itt a Kárpát-medencében, de aki tud más nyelvet és tovább tudja adni más embereknek, ő legyen kedves, adja tovább, meg a VNTV-t nézik több helyen, több országban, de aki látja ezt a riportot, az ezt a 4 dolgot adja tovább az embereknek, hogy semmi bajunk nem lesz, lehet, hogy még évekig így kell kitartani, mint ahogyan most van ez az egy lépést haladunk előre, a fény fele meg a tudatosság útján 2 lépünk vissza. Tehát most ez a... De aki ezt a 4 dolgot megjegyzi, hogy legelső, legfontosabb feladata minden emberi lénynek, hogy élő kapcsolatot építsen ki a Teremtővel. Tehát nem kell, ide sem kell semmiféle közvetítő sem, hanem mindnyájunknak meg kell találnunk. Igenis azért azt el kell tudni ismerni, hogy létezik Teremtő. Tehát aki nagyon-nagyon ateista, lehet, hogy neki lehet mondani, hogy magasabb rendű intelligencia, vagy valami más néven kell nevezni, de őnekik is az a legjobb jó, hogyha egy közvetlen kapcsolat kialakul, mert az szinte mindentől megvédi őket, és mindenre lehetőséget ad. Második nagyon fontos túlélési lehetőség, hogy közvetlen kapcsolatot alakítsanak ki a természettel. Tehát ne a tévében nézzük a gyönyörű tájakat, hanem minden áldott nap menjünk ki. Menjünk ki, és csodálkozunk rá egy virágra, vagy ilyenkor télen lehullottak már az erdőben a levelek, és akkor ott egy ilyen aval szőnyegen sétáljunk. Azt még a Papp Lajos professzor is egyik videójában elmagyarázta, hogy az avarból is mennyi természetes gomba spóra jön föl, és az egy természetes antibiotikumként viselkedik. Tehát, hogyha az erdőbe télen is kimegyünk, jól felöltözünk minden áldott nap, akkor már azzal megint egy nagyon nagy lépést tettünk előre mindenféle szempontból. Harmadik, nagyon-nagyon fontos dolog, közvetlen személyes kapcsolat egymással. Tehát ne csak a telefonunkat nyomogassuk órákon keresztül, hanem igenis alakítsuk ki azt a kisebb közösségünket. Ha csak 3 ember van, akivel tartjuk a személyes kapcsolatot, akkor 3. De törekedjünk arra, hogy legyen inkább 5 vagy 6. De akkor az oda-vissza működjön, tehát oda-vissza. Ne csak azt várjam el, hogy valaki rám nyissa az ajtót, hanem én is tegyek lépéseket. Mert ugye ami most zajlik a világban, nagyon-nagyon azt szeretnék, hogyha elszigetelődnénk egymástól. És ez nem megoldás, ez nem jó. És a 4. dolog, amit mondom, hogy így mondhatjuk úgy is, hogy a Teremtőtől, vagy az angyaloktól, de inkább én úgy mondom, hogy föntről jött. Mert ugye nem mindenki, tehát sok ateista van, sok más gondolkodású van, aki ez, hasonló dolgot áttél, ő tudja azt, hogy nem itt benne az agyamban született meg ez a 4 dolog, hanem tényleg egy magasabb csatornáról lecsatornáztam ezt. És akkor a 4., ami jött, így föntről, hogy minden egyes embernek meg kell találnia azt a 3-4 óra napi örömteli teremtő tevékenységet, amit akkor is csinálna, hogyha egyetlen egy forintot se kapna érte. De ha megtalálja, tehát ez a 4 dolog jött, ez a 4. is nagyon fontos, roppant fontos, ez egy gyakorlatias dolgok, de
két lábbal kell tudni ebbe az anyagi világba állni a Földön is. És hogyha már meg tudok állni két lábbal a Földön, akkor utána lesz időm, lehetőségem a lelkemmel foglalkozni. Ha a lelkemet rendbe tudom tenni, akkor lesz időm, erőm, lehetőségem a szellemi szférákkal foglalkozni. És ezek törvények. Tehát ezt nem tudja senki sem kikerülni. Ez így van. És az örömteli teremtő tevékenység, ha nem kapok érte egy forintot sem, ha minden áldott nap csinálom, vagy jó, hagyjak ki, lustálkodjak szombat-vasárnap, de ha csak hétfőtől péntekig napi 4 órát megtaláltam azt, hogy mi okoz nekem örömet, akkor ez egy paradoxon, de meg lesz belőle a bőség is. Tehát, mert az emberek zöme ott hibázza el, hogy napi 12 órát dolgozik valahol a sok pénzért, és a végén mégis nagyon kudarcos és csalódott, mert nem szereti azt a tevékenységet, utálja, ki nem állhatja, azt gondolja, hogy most én megveszek egy nagyon drága dolgot, és attól különbb ember leszek, vagy attól jobb lesz nekem, és sajnos nagyon-nagyon sok ilyen ember van, aki a mókuskereket napi 12 órába tapossa, de az élete mégis elromlik valami másik területen. Tehát itt, aki nagyon sokáig szeretne élni, nagyon hosszú életű szeretne lenni, és örömben szeretné itt tölteni az időt, meg kell találni a saját maga számára örömet nyújtó tevékenységet. És nagyon sok embernek tanítottam ezt már legalább, hát így, hogy 4-esbe, ez ugye most csak a Covid alatt, de előtte 10 évvel is, már nap és nap is erről beszéltem, és most már nagyon nagy rálátásom van. És akik megfogadták ezeket az egyszerű dolgokat, ők kivétel nélkül megtalálták az örömteli teremtő tevékenységet, kialakították a jó emberi kapcsolatokat mindenkivel, akit hát gondoltak, a természetet is komolyan vették, és rengeteg visszajelzésem van abból a 25 ezer emberből, mert 25 ezer emberrel van így személyes kontaktusom az elmúlt 15 évben. Meg most, hogy van a Facebook, erre mondjuk jó, hogy látom, hogy milyen gyönyörű dolgokat festenek, rajzolnak, látom azt, rengetegen visszaírnak mai napig is, hogy ők is költöznek ki vidékre, és ott kialakítják legalább részben az önellátó, önfenntartó, öngondoskodó életvitelüket, rendszerüket. Tehát most érzem azt, hogy amit 15 éve éjjel-nappal továbbadok embereknek, de csak csatorna vagyok. Hogy most látom azt, hogy mennyi nagyon sok eredmény született ebből. Meg hát nyilván először a moksacsepp, és utána én is fejlesztem mindig, mert mivel nem tudok mindenkinek személyesen ott lenni és magyarázni, meg tévén keresztül sem, ezért mindig igyekszem a szellemet hozzákötni egy anyagi dologhoz, ami az én magyarázatom és tanításom nélkül is működik. Sokat beszélgetünk arról, ugye főleg energiáról van szó. Ugye minden ember, főleg a mostani változásban lévő embereknek van egy olyan identitásuk, amit régi hiedelem, hitrendszerekből építünk fel. Na most ez a mostani világ, amiben élünk, és ami most már változásban van, ez ezekre épül. És ugye az ember rájött, hogy nincs végünk ezekkel a hitrendszerekkel, és ez a világ is tud változni, hogyha mi ezt felismerjük, hogy nekünk van egy sokkal autentikusabb, egy sokkal finomabb energetikai részünk is, hiszen nem tudom megmondani, hogy te hol kezdődsz és hol végződsz, én hol kezdődök, hol végződik. Ezeknek nincsenek határai. És beszélgettünk arról, hogy ugye, hogy minden energia, még a halott energia, még a halott tárgyak is adott esetben ugyanennek az energiának egy sűrűbb minősége. Na most, ha valaki nagyon ragaszkodik az anyaghoz, akkor ugye, amiket említettél az erő kontra erőből, ahhoz automatikusan alacsonyabb rezgésű érzelmek is kapcsolódnak, ugye a szégyen, a bűntudat, a félelem. És ami most történik a világban, ugye, hogy a nagyon mély, sűrű energiából,
halott anyagból, a kicsit élő anyagból, megyünk a finom energetikai felé, a lélek energetikája felé. Te mit teszel annak érdekében, hogy ezeket a változásokat, amik most zajlanak a magasabb rezgések irányába, hogy könnyebben tudja a szervezeted is meglépni, megélni, mivel kényezteted a szervezetedet, miben kellett változtatnod, akár táplálkozás, akár a használt anyagok terén, hogy a fizikai tested is tudjon ebből a nagyon sűrűből, a sokkal könnyebben, sokkal elevenebben, magasabban rezgő élet felé elmozdulni. Megmondom őszintén, hogy a COVID alatt is, meg most is azért vannak néha olyan események, amik engem is levisznek a 200-as szint alá. Az a szerencse, hogy olyankor már tudatos vagyok, és érzem, tehát a testemen belül érzem, hogy hú, most nagyon megijedtem, vagy most nagyon dühös vagyok, vagy esetleg szorongás, tehát érzem, hogy szorongok. És akkor erre nagyon-nagyon jó módszer az is, ha kimegy az ember, és egy gyors gyaloglást végez a természetben, vagy nagyon-nagyon jó módszer az is, hogyha azzal a körrel, akiket már tudatosan magam köré gyűjtöttem, el tudok beszélgetni, és nem szégyellem, és ki tudom mondani, hogy hú, most ettől vagy attól, most nagyon megijedtem, vagy nagyon szorongok, és akkor ugye ez a nagyon nagy, hogyha az ember ezt egyrészt meg tudja osztani, másrészt pedig a testén belül érzi, és megéli azt az érzést, akkor fölkerül ebbe a spirálba automatikusan egy magasabb szintre. Ezt úgy tudnám legjobban elmagyarázni, hogy például valamitől nagyon megijedtem. És mondjuk érzem itt a torkomban, hogy olyan görcsös, és hogy ó, ez nagyon rossz most. És akkor hagyom azt az érzést rá, és koncentrálok, hogy érezzem. Ezt már én több, hát, százszor is végigéltem, tehát azért nagyon jól tudom gyakorlatban. És akkor, mivel hagyom érezni magamat, azt a rossz érzést, fölkerülök mondjuk a 150-es a dühaharag szintjére. Azt megint hagyom érezni, a dühharagot, az egy szétfeszítő energia, egész más, az ember kipirul, minden más lesz, és akkor érzem azt is, és néha még káromkodok is, csúnyán, mert valahogy a düh és a harag ezt hozza ki az emberből. És ha hagyom azt is lenni, akkor fölkerülök a bátorság szintjére. De a bátorság szintje, a 200-as energiaszint az azért sorsdöntő, mert 200 alatt, ugye 175-ös a büszkeség, még ott sincs az embernek energiája cselekedni. Tehát a büszkeség az még mindig egy negatív energiamező. Na de a 200-as, ha oda fölkerülünk, akkor már azonnal tudod, hogy mit tegyél. Tehát, hogy mit cselekedj, hogy mi legyen az, hogy az egyéni problémádat, vagy a közösségi problémádat, hogy jól meg tud oldani. És akkor ugye van a pártatlanság, hogy nem ítélkezünk se magunk, se mások fölött, a hajlandóság, az elfogadás, 300-as, aztán a 400-as az észszerűség a mérnököknek, a tudós embereknek a szintje, de 500-as a szeretet szintje. Amikor már nem kell gondolkodni, hanem elkezd az intuíciód működni, és nem tudod, hogy honnan, de tudod, hogy mit kell tenned és hogyan. És akkor belekerülsz egy flow-ba, és akkor elkezdenek szinkronizitás szerint maguktól teremtődni a megoldások, a jobbnál jobb ötletek. Olyan emberek kerülnek veled kapcsolatba, olyan események, olyan információk találnak meg téged. Tehát az 500-as fölé azért célszerű fölkerülni, megfönntartani az embernek magát, de így lépésről lépésre, úgy, hogy hagyjuk magunkat érezni, a teremtő kegyelméből föl tudunk kerülni, 540-es a feltétel nélküli szeretet, és 600-as a béke. Na most a feltétel nélküli szeretet az már egy nagyon magas teremtő erő, tehát az már olyan, hogy tényleg egy nagyon öröm, tehát az a feltétel nélküli szeretet és öröm, tehát örömként is megvan, mert a teremtéshez fény, öröm, szeretet szükséges.
Tehát félelemből, bánatból, csüggedésből, gyászból semmit nem tudunk megteremteni. Se a saját magunk jó egészségét, se a kapcsolatrendszerünket, se anyagiakat. Tehát teremteni csak magas tudatossági szinten lehet, amikor tényleg valóban nagyon jól vagyunk. Ha valamitől megijedünk, leesünk, akkor föl kell tudni magunkat újból segíteni, hozni, és akkor, amikor magunkon megtapasztaljuk azt, hogy 540 és 600 között, tehát a feltétel nélküli szeretet és a B-kereszgés szintje között szinkronicitás beindul, és nem nekünk kell megtenni szinte a dolgokat. Ezen a nagyon magas energia szinten szinte a végtagjaink is maguktól kezdenek el mozogni. Én mikor nagyon régen még hosszú távot is futottam, meg tájfutást is csináltam, és amikor egy bemelegítő mozgás után belekerülünk a flow-ba, hát végülis az már a 700-as, az a moksa állapota, vagy moksa hosszú óval, a felébredés, a megvilágosodás. Tehát én megtapasztaltam azt számtalanszor, hogy mondjuk le tudtam futni 20 kilométert úgy, hogy nem éreztem a súlyomat, hanem magától elkezdtek mozogni a végtagjaim, a lábaim, a kezeim, és ebben a flow-ban a testem, az én, hát végül is, mert ugye a szellem van legfölül, lélek, és legalul van a test. És akkor, mivel akkor az ember ebben a flow-ban tud kapcsolódni a teremtőhöz, az angyalokhoz, a magasabb rendű intelligenciához, az attraktormezőhöz, mindegy, hogy minek nevezzük ezt a világot, megteremtő és fenntartó szervező erőt. Mert így mindenki el tudja képzelni, még hogyha ateista, vagy mérnökember, vagy bármilyen indítatása van, hogy igenis létezik egy ilyen erő, és akkor ebben az állapotban tudsz kapcsolódni ehhez az erőhöz. És olyan csodák tudnak megtörténni, amire te egy alacsonyabb energia szinten, egy alacsonyabb attraktormezőben magad nem lennél képes. És hát gyakorlatilag ezek olyan dolgok, ami mindenkinek a rendelkezésére állnak. Csak hát ugye ezt vagy erre kell születni, vagy nagyon sok időt, akár egy-két évtizedet is el kell tölteni. Nagyon különleges korszak van, tehát ezt mindenki biztosan érzi, hogy rezeg a léc, mert igazából a tudatlanságnak a sötét korszaka jár le. Pont amiket itt elmondasz, ez már egy annyira csoda, hogy ezt már tudhatjuk, ezt már élhetjük, ezt már gyakorolhatjuk, sőt, ennek most már, nem mondtad is, hogy hány éve már ezt tapasztalod, sőt, nem csak tapasztalod, hanem már átadod az embereknek nem csak a tudást, hanem gyakorlati tapasztalással együtt. Tehát talán úgy tudnám összefoglalni ezt a mostani időszakot, hogy ugye ez a tudatlanság sötét korszaka, ez úgy ér véget, hogy ebből a kis szeretett magból, ebből most így, kikelünk, kibújunk, és le kell vedleni magunkról a régi világot, ami félelmeken, hiedelmeken, a nagyon sűrű anyagon, az alacsony rezgésű energiákon nyugszik. És amit te mondtál, hogy az 500-as szint, amikor már a szeretet erejével, ugye ahhoz mi kell ahhoz, hogy ez a mag kipattanjon? Hát maga a szeretet ereje. És belépünk egy szűz világba, egy új világba. Na most a moksa csepp is nagyon sokat segített az embereknek, hogy ezt a folyamatot, hogy a régit levedleni, a régit elmerni engedni, igen, és az intuíció és a szeretet révén belépni egy olyan világba, ahol már nem te vagy feltétlenül az irányító, hanem a magasabb erők, a magasabb energiák, a magasabb intelligenciák, és jön egy megengedési szakasz. Ugye volt egy elengedés, igen, el kell merni engedni a régit, és meg kell merni engedni az újat. Mennyire volt nehéz ez, akár a moksa cseppen keresztül, mennyire volt fájdalmas, akár egyéni, akár kollektív szinten ezeket a változásokat meglépni, és mit tud ez az új készítmény esetleg, mit tudtál fejleszteni ezen, hogy tud-e adni valami könnyebbséget ezekben a változásokban? Igen, a moksa csepp
több generációs negatív szellemi mintákat is ki tud tisztázni. Tehát megvan az is, 88 virágrezgés információ van benne, időben visszafele is tud menni. Igen ám, de a COVID hozzásegített ahhoz, hogy sajnos ez nem öröm, de akkor is így történt, mert az emberiségnek a nagy részét a félelem szintjére nyomta vissza ez az elmúlt 3 év. Tehát a legtöbben most a félelem és a dühharag szintjén vannak. Aki nem folytja el, hát talán az emberiségnek akár a 90%-a is sajnos ilyen állapotba került, ha tudja, ha nem tudja. Aki nem folytja el, ő neki semmi baja nincs, ő a fényen sütkérezik, és teremt, és jól van, és a többi. Igen ám, ebből a 90%-ból nagyon-nagyon sokan elfolytósak. Tehát nem tudják még ezeket a dolgokat alkalmazni. Már lehet, hogy olvastak róla, de saját magukon még nem tudják a saját maguk életében megcsinálni. És ezért én idén januárban csináltam egy legújabb moksacseppnek nevezem, tehát azt 1 deciliter vízbe kell beletenni, 10 cseppet naponta egyszer meginni, és akkor idén már ezzel dolgoztam. Mert a moksának, a cseppnek is, vagy a legújabb moksa cseppnek, vagy a krémnek is, az a nagyon jó tulajdonsága, hogy ha valaki, mert mindenki érti ezeket a dolgokat, amikről beszélünk, de nincs elég energiája, vagy tudása, vagy ideje a valóságban is megtenni ezeket a változásokhoz, meg változtatáshoz vezető lépéseket. És a cseppről én tudom, hogy ha valaki beveszi, akkor hozzásegíti őt a változáshoz, változtatáshoz. Igen ám, de mivel a csepp időben visszafele is tud menni, ezért technológiailag azt csak úgy tudtam elkészíteni, hogy az emberek egyharmadánál okozott még átmeneti rosszabbodást is. Hát ezt ugye sok ember fogyasztotta, nagyon sok visszajelzést kaptam, és most nem akarnak az emberek átmeneti rosszabbodást, egyáltalán nem akar senki sem, hanem mindenki azonnali jó hatást szeretne. Régen nem lehetett volna ilyen viráginformációs komplexet csinálni, se cseppben, se krémben, hogy egyöntetően jó legyen, látatlanba is, esetfelvételi beszélgetés nélkül is, de most, hogy mivel az emberiség 90%-át ez az elmúlt 3 év a félelem meg a düh, a harag szintjére, energia szintjére vitte vissza, ezért csak az volt a feladatom, hogy a szégyen, bűntudat, bánat, gyász, csalódás, kudarc, félelem, vágyakozás, düh, harag, büszkeség, tehát erre a 10 dologra találjak a virágok birodalmába egy olyan információt, egy olyan frekvenciát, hogyha valaki ilyen állapotban van belül, akkor beveszi a cseppet, vagy magára keni a krémet, és akkor már is átkerül egy másik rezgésbe. Oda adom neked is, egy kicsit kell csak. Jó, az illata egy nagyon-nagyon profi cég készítette el, én csak a moksa cseppet adtam a krémhez, tehát benne van a moksa csepp, ez a legújabb moksa csepp, benne van ebben, és az a előnye a folyékony csepphez képest, ennek a készítménynek, hogy ez elfér egy táskába, egy női táskába, és bárki bárhova tudja vinni magával, és amikor úgy érzi, hogy egy kicsit megijedt, vagy fél, vagy szorong, vagy lelkileg nem érzi jól magát, akkor egy kicsit így a kezére, vagy itt, ahol jó vékony a bőrráken, vagy hát most, hogy már elkezdtem bele dolgozni, mondom, hogy akár lehet ide is, tehát ide a halántékra, vagy egy kicsit ide a csecsemő mirigyre be lehet dőzsölni egy kicsit, és ez egy azonnali segítség. Tehát régebben nem lehetett információs készítményt csinálni így, hogy én úgy neveztem el, hogy egy lélek regeneráló.
Tehát a lelkünket tudja nagyon rövid idő alatt azonnal regenerálni, és azt gondolom, hogy ezekben az időkben nincs most ennél fontosabb dolog, mint hogy találjunk valami olyan segítséget, hogyha nem is egyenlő, tehát előszörre nem is egy olyan óriási nagy, hogy mondjuk a 100-as energia szintjéről fölemelkedjünk mondjuk a 600-as béke szintjére, vagy a 700-as moksa szintjére, de hogyha mondjuk csak a félelemből föl tudjuk, vagy a szorongásból föl tudjuk magunkat gyorsan segíteni, már sokszor az is nagyon nagy eredmény. Igen, nagyon kellemes egyébként itt a halántékon, nagyon-nagyon jó érzés, nagyon simogató. Nagyon fontos az, hogy ugye nem véletlenül nézünk olyan felvételeket, hallgatunk olyan zenéket, kimegyünk a természetbe, akkor feltöltődünk, mert amikor egy kicsit feljebb emelkedik a rezgésszintünk, akkor sokkal optimistábban tudjuk látni a világot, meg tudunk azokon a szinten, ki tudunk látni a kakiból, szó szerint, meg tudunk látni megoldásokat, míg hogyha hagyjuk magunkat lent folyamatosan, ott nem jönnek a megoldások, mert ott maga a probléma van. Igen. Mindig csak egy följebb lévő szinten van a megoldás, és ezek a készítmények, mind a moksa cseppet is én nagyon szerettem egyébként, ez is nagyon kellemes, ha csak egy pillanatra is az ember ki tud tekinteni, egy pillanatra lélegzethez tud jutni, akkor ott megjelennek olyan erők és energiák, amivel tényleg tovább lehet lépni, tovább és tovább és tovább, egyre feljebb és feljebb, ahogy te mutatod mindig a spirálon. És ez tényleg nagyon fontos. Ugyanakkor fontos az is, hogy a bennünk megjelenő igazságok, a saját magunk igazsága, az autentikus énünk igazsága, a teremtő erőnk igazsága, az önvalónk igazsága, a lelkünk igazsága, az egy örök dolog. Ahhoz nem kell utána már segédeszköz, úgymond. Nem feltétlenül tudunk visszaesni egy idő után, de ugye amíg ez nem stabilizálódik, amíg nem tisztul meg annyira az energiánk, hogy folyamatosan a magasabb rezgésen tudjunk lenni, egyébként mások megsegítése folyamatosan tartja ezt. Tehát az a csodálatos dolog a másokon való segítésben, vagy a másokkal való megosztásokban, hogy azok emelik automatikusan jó szándékuknál fogva is ezt az energiát, és ebben tudunk stabilizálódni, és amikor tudunk stabilizálódni, akkor előbb vagy utóbb összeér, és nagyon szeretem, amikor Ilona, tényleg te nagyon optimista vagy, mindig adsz valami ajándékot az embereknek, amivel emberek sokasága tud haladni ezen az úton, és tudom, hogy te is látod azt a víziót, amikor összeér ez a sok jóság, összeér ez a sok szeretet, és nem egy ilyen tudatmódosító wifi fogja a tudatszintünk felső határát meghatározni, meg nem felhők, meg felhőkben lévő információk, meg nem 5G fogja beteríteni a teret, hanem a szeretet maga fogja beteríteni. Elég nagy feladata van az embernek, azt gondolom, azzal, hogy ezt az információs mezőt és ezt a sűrű energia mezőt túl tudja haladni, de mivel az ember nem csak emberi lény, ezért minden ereje, minden intelligenciája és minden lehetősége a mai világban, a mai időkben megvan arra, hogy meglépje ezt. Szeretném, ha még az utolsó gondolatodat megosztanád az emberekkel, mielőtt elköszönünk. Hát szintén az erő kontra erőben le van írva, és mondom, ezt a több millió mérést végeztek. Tehát ezt a könyvet tudományos műnek lehet tekinteni, hogy egy 500-as szinten, 500-as tudatossági szinten lévő ember, most teljesen fejből nehéz mondanom, de talán 300 ezer embert is meg tud emelni, meg tud tartani az energiájával, a létével, csak azzal, hogy ő ilyen magas szinten van. A 600-as béke szintje, azt hiszem, hogy egy ember, aki folyamatosan a 600-as béke szintjén tudja magát tartani, attól függetlenül, hogy mi történik a külvilágban, ő 750 ezer ember tud csak azzal, hogy él és létezik, föntartani, egyensúlyozni az energiájával. És egyetlen egy moksa szintjén lévő ember, mindegy, hogy nő vagy férfi,
De ha folyamatosan a moksa szintjén tudja tartani magát, tehát a 700-as energiaszinten, 700-as rezgésszinten, akkor csak azzal, hogy él és létezik, 10 millió ember tud megemelni és fönntartani. Így legyen, Ilona. Sokakat emeljenek fel a készítményeid is. Nagyon fontos, igen, hogy a fizikai testről is gondoskodjunk, akár ilyen módon is segítsük meg, hogy ebből a durva anyagiból egy picit merjünk ellágyulni. Az önmagunkkal lévő szigorúság is, mert az önmunka egyébként nagyon erős önfegyelmet, önuralmat, önfeltárási munkákat igényel. Ez is tudjon majd egy kicsit szelídülni önmagunk irányába is, hogy önmagunk felé is tudjunk szeretetteljesebbek lenni, egymás felé is tudjunk szeretetteljesek. És hát akkor szerintem meg fogjuk látni valószínűleg, hogy hova vezet ez az egész. Minden esetre szerintem, ahogy te mondtad, nagyon sokan már csak a csodákat élik és látják. Igen. Nincsen elfedve és elzárva tőlük a régi világ sem, tehát minden lehetőség megvan visszafelé a segítségnyújtásra. Nagyon szépen köszönöm, Ilona, hogy itt voltál. Jó egészséget, további jó emelkedést. Én is kívánok. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják. Viszontlátásra. Thank you.